Tutti Tibor adja le éppen borait Mecsek Nádasdon. A fiatalember Muhácsról érkezett a kelet-mecseki településre, hogy most először vegyen részt a magyarországi németek országos borversenyén. Több fajtát is benevezett a megmérettetésre. Kettő darab fehérborral jöttem, egy fehér vegyes borral, az Rajnai Riesling, Bánáti Riesling és Riesling Szilváni, és egy olasz Rieslinggel. És hoztam még egy vörös mintát is, az pedig Oporto kék frankos. A fehérek azok 21-es borok, a vörös pedig 20-as. Édesapámmal ketten műveljük a szőlőt, ugye van még ott mellette egy kis gyümölcsösünk, ez majdnem fél hektár. Igazából bióban műveljük, az nálunk elsődleges cél. Spontán erjesztünk, és alacsony kénszinttel készítjük a borokat. Igazából ennyi a lényeg az egésznek. Meg a sok munka, igazából a kézi munka és az odafigyelés, a természettel való közös munka. Kölkeden, ahol édesapám még élnek, ő a Nemzetiségi Önkormányzatnak az elnöke, én pedig hát évekig zenéltem sváb zenét a Platin zenekarban, aki a bált is fogja játszani, előtte meg a Süd zenekarban. Meg hát ugye mi is svábok vagyunk, úgyhogy táncoltunk is, testvéreim is, németül is beszélünk, úgyhogy van kapcsolatunk bőven. Korábban csak a környékről érkeztek borászok, mára már azonban az egész országból részt vesznek a versenyen. Gyakorlatilag mindenfajta borral foglalkozik majd a zsűri, tehát fehér, rozé, siller, vörös kategóriákban. Amúgy úgy tervezzük, hogy 9 zsűri két napon keresztül, minden egyes zsűribe 5 zsűri tag fog tevékenykedni, és ők fogják megítélni a boroknak a minőségét. Ami után még egy második lépcső is lesz a legjobb boroknak, azt egy úgynevezett csúcszűri fogja bírálni, hogy ki fogja kapni majd egyrészt a magyarországi németek fehérborát, rozétborát, illetve vörösborát, és a többi külön díjat is. Egyrészt ugye mindenki, aki igényel, kap hozzá olyan matricát, amin föltüntetheti, hogy mit ért el ez a bor ezen a versenyen, tehát ez egy polcon, egy üzletben nagyon jól tud mutatni. Másrészt pedig szintén egy helyi rendezvényen, az úgynevezett Grätzülfesten, itt bemutatjuk a külön díjas borokat az érdeklődőknek, hogy meg tudják ítélni, hogy a zsűri jól végezte a munkáját, vagy nem. Itt pedig már a zsűrizés zajlik. 45-en foglalnak helyet ezeknél az asztaloknál, összesen közel 700 üveg bort kóstolnak. Köztük van egy fiatal szőlészborász, Posta Bori, aki Szekszárdról érkezett. Nálunk a borkészítés a családi hagyomány, és első gyerekként megadott a lehetőség, hogy válasszak a szakmák közül, és nekem ez szimpatikus volt, szerettem bort eladni, a szőlőmunkát is idővel megkedveltem, úgyhogy egy kézenfekvő választás volt, hogy borász legyek. Édesapámmal együtt kaptunk meghívást, hogy vegyünk részt ezen a bírálaton, és nincsenek semmi akadálya, szívesen segítünk egy ilyen rendezvényen. Plusz nagyon jó tapasztalat ilyen sok termelőnek mindenféle különböző borát megkóstolni. Csak fajtát és évjáratot tudunk meg ilyenkor. Van egy-két nagyon, nagyon jó tétel, van egy-kettő, amin lehetne még finomítani, de összességében szép a fázlata, azt gondolom. Egy szintén szekszárdi borász Ferenc Vilmos szerint nagyon jó minőségű italok közül válogathatnak. Érezhető a borokon, hogy Magyarország különböző tájegységeiről származnak. Először is a borra ránézünk, ami a legfontosabb, megnézzük a színét, milyen a bornak a színe. Mert a szín az nagyon sok mindent elárul. Utána az illatát. Mindig azt szoktam mondani, az ember összes érzékszervét használni kell egy jó borkostoláshoz, vagy borversehez, és amikor az illata és a színe után már szinte látható, hogy az a bor milyen fajta, milyen évjárat, tehát nagyon sok minden következik, illetve az, hogy bor hibája van-e, vagy nincs hibája, mert ez már színéből, illatából kiderül, és utána jön a legfontosabb, amikor már a kóstolás, tehát mikor egy-két kortyot lenyelünk, és mindig azt szoktam mondani, hogy minimum 2-3 korty után mondjunk véleményt a borról, mert igazán akkor érezhetők azok az ízek, amikor lenyelted, és akkor jönnek azok a gyönyörű szép gyümölcsök, savak, tanninok, hát attól függ, milyen a fajta és milyen az érlelés. És amikor ezek így megvannak, akkor utána van egy ilyen értékrend, hogy az összbenyomás. Tehát akkor figyelembe veszem az előző értékeket, hogy az illatában fajta jelleges volt, vagy mi volt a jellemző színében szintén. És az összbenyomásban, amikor az ízzamatok is együtt vannak, akkor adunk egy pontszámot, itt a hagyományos 20 pontos rendszerbe bírálunk. Miután a zsűri kiválasztotta a legjobb nedüket, megtartják az eredményhirdetést is, melyet egy svábállal kötnek össze. Erről az eseményről is hamarosan beszámolunk.